Idén december 3-án gyűltek össze a Szent Borbála szobornál azok, akik Borbála nap alkalmából a bányászok, kohászok, tüzérek, építészek, tűzszerészek, ágyú és harangöntők védőszentjének szobránál helyezték el az emlékezés koszorúit. A tiszteletadás a városközponti események után a Bányászati Múzeumban folytatódott. Bánvölgyi László szobrászművész Szent Borbála szobra 2005 óta díszíti a művelődési központ előtti teret. Felállítása óta a bányász szakmai szervezetek és hagyományőrzők itt róják le tiszteletüket védőszentjük előtt. A megemlékezésen Győr Sándor, a nyugdíjas bányász szakszervezetek titkára volt az ünnep szónoka, aki az ajkai szénbányászat történetét is felelevenítette. Borbála védőszentje lett a bányászok mellett a harangöntőknek, a harangozóknak, a tüzéreknek és a torony miatt az építészeknek, kőműveseknek is. A veszélyt hív tudatosan vállaló bányászok Borbála védelme alatt végezték munkájukat Ajkán 139 évig. 139 év a történelemben is számottevő, de egy város életében jelentős és meghatározó. 139 év elég volt arra, hogy a szénbázison egy város épüljön fel erőművel, alumíniumgyártással, üveggyártással és számtalan más ipari létesítménnyel. A poros, sáros faluból egy 33 ezer lakosú város lett, tele fával, zölddel és minden az emberi létet szépítevő létesítménnyel. A 139 év alatt 88 millió tonna szenet hoztak fel a földgyomrából bányászaink, amivel mintegy 100 ezer családnak adtak tisztes megélhetést nem csak Ajkán, hanem a környéken is. A 139 év nem csak örömöt, de bánatot, gyászt is hozott, mert 189 bányásztársunk soha nem jött többé fel, életét adta a szakmáért. Ők a mi halottaink, őket mi sirattuk el, és ők értünk haltak meg. Értük is, és a még élő bányászokért állítottuk a Borbála szobrot, hogy soha senki ne feledje. Volt egy szakma, mely a városban élt 139 évet. Az ünnepi beszéd után a koszorúzáson több szervezet is elhelyezte az emlékezés virágait. Elsőként Ajka város önkormányzatának képviseletében Dornár László alpolgármester és Pákai Péter önkormányzati képviselő koszorúzott, majd a bányász nyugdíjas szakszervezet képviselői és a bányász hagyományőrzők közösen helyezték el az emlékezés virágait. A délutáni megemlékezések sorában a Bányászati Múzeumban Csingervölgyben Vollár Attila, a Bakonyi Erőmű ZRT vezérigazgatója és a bányász szervezetek képviselői koszorúzták meg Szent Borbála szobrát. Ezt követően két a bányászatban és az ajkai erőmű felépítésében jelentős személy, Asner Lipót és Balogi Jenő domborművét leplezték le a bányászat nagyjainak emlékét őrző falon. Az alkotásokat Keresztes Tibor, magyar-polányi szobrászművész készítette. Vollár Attila avató beszédében az ipartörténet két kiemelkedő alakjának életútját is felvillantotta, elsőként Balogi Jenőt méltatta. 1906-ban született Makón, gépészmérnök végzettségű, nagyon rövid ideig a villamostelepen, mint segédmérnök dolgozott szülővárosában, majd a lángépgyár is alkalmazta gyakorlómérnökként. Ugye a lángépgyár volt az a nagyon híres ipartörténeti gyárunk, ahol nagyon-nagyon sok híres mérnök kezdte meg a pályafutását, és aztán világhírű mérnökök lettek, nagyon jó termékekkel, ma is működő kiváló turbinákkal és nézipari gépekkel. Majd 33-tól a Lóden és Posztógyárnak volt az üzemvezetője. Onnan 37-ben távozott saját kérésére, és engedjék meg, hogy néhány mondattal ideidézzem azt az úgynevezett ajánlólevelet, amit kapott onnan a gyárból. Ezen idő alatt legteljesebb megelégedésünkre végezte mindazon adminisztrációs műszaki természetű munkákat, amelyeket egy nagyvállalat műszaki vezetője részére adódhatnak. Mindezen munkálatokat a leglelkiismeretesebben, a legprecizebben és a legnagyobb körültekintéssel végezte. Vállalatunktól saját kérésére távozik, és ezzel cégünket érzékeny veszteség éri. Ugye onnan eljött, és aztán megérkezett Ajkára,
hogy itt egy nagyon nagy dolgot alkosson. 37 novemberétől a Zajkai Kőszénbánya villamos erőművének műszaki vezetője lett. A Zajkai erőműnek gyakorlatilag a helyét ő tűzte ki, mondhatjuk így. Tehát ő vele indult a mai modern Zajkai erőmű. Asner Lipót munkásságának jelentőségét az Újpesti Hírlap újságírójának, Rojkó Anna Máriának cikkéből idézte az avatász szónoka. Amikor Bródy Imre fizikus 1929-ben az Egyesült Izzó Újpesti kutatólaboratóriumában a kriptonnal töltött izzólámpa előállításával kísérletezett, Asner Lipót vezérigazgató már továbbra látott. Nem a térképről és nem is a helységnévtárból választotta ki a leendő kriptogyár helyszínét, Ajka Csinger völgyet. Ez a varázslatos nevű település, ősbükkösök, fenyvesek, szarvasok és vaddisznók tanyája a Bakony-hegység lábánál terül el. A helyiek által mesélt legenda szerint a Bakonyban élő óriás megbotlott, s ahová leért az Ajka, annak a helyén lett Ajka. A hozzá hasonló Csinger elnevezés valószínűleg a savanyú szőlő a Csinger névváltozatából ered. Az ipar betelepülése előtt az itt élő emberek földet műveltek, marhát legeltettek, sertést makoltattak az erdőbe, és napszámba jártak a somlóhegyi szőlős gazdákhoz. Bródy néhány év alatt bebizonyította, hogy ha az izolábel kriptonnal töltik meg, a lámpa élettartalma azonos ízási hőmérséklet és fénykihasználás mellett meghosszabbodik, sőt jobb hatásfokot biztosít. Egy liter normál nyomású kriptonára azonban körülbelül fél kilogramm aranynak felelt meg. A cél egyértelműen az eljárás költségeinek csökkentésére, illetve a levegőből nyerhető kriptongáz mennyiségének növelésére volt a cél. Izzó mérnökei már létező eljárások alapján kidolgoztak egy új technológiát, amely literenként 17 márkára csökkentette a kripton előállítási árát. Asner Lipót Ajka Csinger völgyet ajánlotta az új gyár helyszínének, ahol azt a kripton kivonást meg tudnák oldani. Jól ismerte a klimatikus és technikai feltételeket, mert abban az időben az Egyesült Izzó, az Ajkai Kőszénbánya részvénytársaság többségi tulajdonosa volt. Az építkezés 1935-ben kezdődött, a tervezésben Bródy Imre és munkatársai is részt vettek. Az elkészült háromszintes világos vasbetonépület felszerelését, gépeit a német Linde cég szállította. Asner jelentős ipartelepítést hajtott végre Ajkán. A bánya mellett felépítette a kriptongyárat, bővítette a Csingervölgyi erőművet, megvásárolta és korszerűsítette az ajkai téglagyárat, elindította az ajkai erőmű építését, és megkezdte az aknamélyítést Padragon. Az ajkai iparmedence 6 év alatt Magyarország egyik leggazdagabb ipari területévé változott. Csinger völgyet egy kiépített út, és 1873 óta vasút is összeköti a város vasútállomásával. Az ajkai bányász szervezetek közel 20 éve úgy döntöttek, hogy a múzeumban emléket állítanak az ajkai bányászatban kiemelkedőt alkotó embereknek. Az eddigi 5 személy domborműve Rietmüller Ármin, Cekelius Günther, Zambó János, Benyó István és Ruzsinszky István mellett már Asner Lipót és Balogh Jenő is helyet kapott.